Szevasztok, srácok, hello, stream, megjöttünk, elindult a hajó a mai napra, és egész nap pörgetni fogjuk a gémeket. Hát, szevasz, Vizó, hello, hello, aranyapa, kösz szépen, elosztod. Kicsit elaludtam, meg elszaladtak itt a lovak, de most jó, kipihentem magam, elmúlt a tegnapi rage, és újult erővel itt vagyunk, és pörgetjük a gémeket. Mai nap végig toljuk a Brett Edge-et, a This War of Mine-t és egy őrült nagy Dead by Daylight stream is várható. Úgyhogy pörgetjük, amíg le nem esek a székről konkrétan, majd közben rendelek kaját, hogy minden fasza legyen. Ez az! Szevasz Nuevo! Jó reggelt, aranyapa, csácsá! Kapitány a hídon, karok a hajókorlátomban. Profilváltás véglegesen kimaxolva. Csapom a habokat. Igen, 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 ez az. Szevasz, Tami, tyú, hello, aranyapa, csá, hello, hello. Ahogyan mindig megvárom az intrót, és utána osztolok. Köszi szépen, köszi, köszi. Gyerekek, egy újítás, amit most itt az elmúlt fél órában csináltunk a Praclival, jelezte, hogy ugye nincs beállítva ilyen tier 2, mert hogy egyelőre ugye még nincsen emót, amit már egyébként már nagyon várok, hogy majd egyszer meglegyen ez a partneres cucc. És akkor szét fogjuk spammelni majd az emótokat, mert annyi jó ötletünk volt a Praclival már, csak hát ugye nem lehet most beállítani egyelőre. Úgyhogy annyit tudtunk csinálni, egy ilyen tier 2-es vagy tier 3-as emótra állítottunk be egy-egy ilyen közmondást, amit a számból el szokott hangzani egyszer-egyszer. Szóval most ennyit tudtunk csinálni, és akkor így ez most be van állítva. Aztán majd, hogyha egyszer úgy alakul, és lehet majd extra emótokat berakni, akkor ötlet az van, tehát és nem az lesz berakva, hogy mit tudom, így GG, meg ezek a... hanem, ja. Na mindegy. Akkor induljunk is neki a Brett Edge-nek, és ezt most kijátszom, bazd meg. akármi is van, ezt most végig fogjuk tolni. Szevasz Lacker, hello aranyapa, ciao ciao. Red Ruins. Tehát csirkék ülnek a moziba. Ez jó kezdődik. Na, szóval play, csicsor. Ja, load. Hát szóval ez egy elég őrült játék, tehát ilyen iszonyatos rejtett poénok vannak benne. Most nézem, hogy a szenzet lehet egy kicsit lejjebb kéne venni, nem? Tehát letoltam így 3 órát, nem is értem ezt, hogy lehet. Na, mindjárt más! Úgy látom, hogy a csatornán lévő kép az megváltozott, kellett már egy kis fejlesztés, welcome to the future. Ja, igen, mert már az olyan kaptam érte savat meg mindent, hogy így, hogy kirakod a hasadról a képet, te büdös nyomori. Ott van. És akkor most így, ez a kép egyébként a Plitvicei tavatnál készült idén augusztusban, tehát 3 hónapos. Ott a víz, gyerekek, ugye gyakorlatilag vezetem a hajót, mert természetesen átadták nekem a kormányt. A kapitány átadta, mert azt mondta, hogy Milán, hallottam rólad, és hát hogy inkább te vezess át minket itt, mert különben baj lesz. Úgyhogy ez megtörtént. Na várjál, most mi van? Ja igen, most kell csinálnunk legelőször is egy konténert, tehát 4 metált azt most gyorsan be kell gyűjtenem, és ezeket a csumpikat, amiket összeszedtünk itt, ezeket most... Oda nézzetek, hogy megyek, bazeg. Ezek a vintage képek. Ja, igen. Adom én is. Kalapájad, Szergej. 8 poroc kalapád. Nem menjetek el. Nem menjetek el. Ugye van ilyen accelerator-öm. 1 kocka, nem kocka. Hol a harmadik? Tudom, hogy van itt még egy bogyó, bazd meg. Főjebben csak 2 bogyó volt. Ne bazd meg, Mauri. Egyébként csak a cilinder hiányzik a fejedről, de így is ötletes. Ja, hát ott azért nem akartam fővenni. What a? Már el is fogyott. Mint a profil imidzsem? Igen. Ja, egyébként már lehet, hogy beváltoztatjuk még. Na gyerekek, gyorsan craftolok egy...
Négy refined metal! Akkor kell még egyszer három, meg még nyolc, tehát 11! 11 pumukli kell bazzmeg, 11, meg még kaja is kell bazzeg. Madre! Na jó, akkor most gyerünk Milán. Gyűjtögető életmód. Kicsit itt az elején rendbe kell tenni magunkat, mert utána konkrétan elindulunk egy kalandra, gyerekek, minden a hobbitba, amikor elkezdődik. Szeretnénk meginvitálni egy kalandra azt a félrefordítást, bazd meg. Na, ezek a csumpik kellenek, nekem ebből van a kaja. Wow! Meg ez is kell. Wow! Nem menekül Móni. Ez a nyád úristen, fél ott gurul. A légüres térbe, bazd meg. Annyira jó itt a zene kint, gyerekek, a világűrben. Egyébként a címe, nem tudom, valakinek leesette, hogy az micsoda a mostani adásnak. Végül is semmi probléma, végül is csak kirepültünk világűrbe. Ezt vágjátok? Az Armageddonba? Mikor az orosz izé? Oly. Mikor az orosz mondja. Nincs semmi probléma, végül is csak kirepültünk világűrbe. Azt a kurva. Na, csinálunk kettő ilyet. De vizem az asszem kurva sok van elraktározva itt. Hakatikata. Na, megettük az adagot. Ugye, hol vannak a vizeim, bazd meg? Meggyőződésem, hogy egy csomót elraktam. Úgy tűnik, hogy ez hazugság minden. Ebből az alkoholból elég lesz egy. Kedves nézők, jelezzétek meg, hogy ez a játék a csirkékről és a túlélésre szól leginkább a csirkékről. Sajnos tényleg így van, bazd meg. Bottle of water. Gyerekek, most nagyon be kell tárazzunk, ugyanis most a következő fog történni. Most elmegyünk oda a végéig. De ahhoz, hogy ez megtörténhessen, fő kell charge-oljam az inventory-mat. Maxos kaja, pia készlet. Nincs is valami bogyó. Már ez csak így fog működni. Csak így. Sehogy máshogy. Wow! Gyere, egy a kecsek! De hova gurulsz? Bogyók! Ezek olyan nehéz főszedni, hihetetlen. Ti mennyi metál van itt, bassz meg? Metál villa, bírod? Mindent kilútolok! Jó van már. Tipli vissza. Ezt a zenét, ami ebben van, ez egész egyszerűen elképesztő. Ez elképesztő lesz. Na, még egyet. Oké. Akkor csinálunk egy ilyet, akkor már van kettő. Jó. És akkor kell még 5 darab ilyen csumpi. 5 metál. 5 metál kell, gyerekek, 5. Hol vannak a metálizék, bogyók? Bazd meg. Az nincs metál. Móni. Hülye vagy? Ott van, bazd meg. Hát nagyon messze van te. Hát oda nem megyek el, ha belehalok. Hát még az nincs itt metál valahol a közelben. Ott van. Nem. Hülye, mert kifarmoltam mindent? Mi a bubánat, fasz? De csak ide, ezeket a golyókat főszedjük, akkor valamivel hazatérjünk. Oké. Okay. Azért még elmegyek! Meg ezek is! Elmegyünk az a üres kézzel. Ja, most go. Úgy is van, hogy jó. Hogy? Jó, na akkor tudunk csinálni még egyet.
Jó, akkor már csak egy kell, gyerekek, és meg lesz ez a csumpi. Remek. Három darab metal kell. Három. Tehát egy olyan golyó kell. Egy. Ott is van. Azért akkor elrangyolok. Csak kibírom, bazd meg. Hármas durability. No! Bazd meg, Móni. Ugye van nálam még? Nem igaz! Ez nem igaz! Ez ilyen a mesébe van csak. Gyerekek, erre nem figyeltem. Fuck. Konkrétan erre most nagyon csúnya rábasztunk. Most kergethetek ilyen kis metánbogyókat, hármat, hogy egyáltalán tudjak csinálni izét. És itt már nincs semmi. Baszd meg, Móni. Ez nem jó. Erre rábasztunk, gyerekek. Hello Jancsi! Repracli! Három metán kell. De azért nem látok egyet se. Ez az. Még egy. De csak bogyóba jó, nem tudom szétütni. Még egy kell. Metán, gyere ide! Bazik, ez zene kurva jó. Egy metán. Egy darab nincs már, bazd meg. Na akkor csapó kettő. Minden fasz a Jancsi, remélem veled is. Na egy metált adjál, csak most már elegem van. Itt van. Ez az. Itt is van. Ez egy ilyen survivor game, olyasmi, mint a Subnautica, csak az űrbe játszódik. Eszméletlen jó. Eszméletlen élvezetes. Hát aki szeret ez ilyen típusú game-et, of course. Ez az. A gyerekek, sorry, de ezt most ki kell farmolni. Itt sajnos nincs B verzió. Itt sajnos nincs B verzió. Hát nem hiszem, hogy nagy a gép igénye. Nem. De early access a game, tehát gyakorlatilag a content az nem a végleges. Szóval itt még lesz benne bőven majd tartalom. Na ezeket most szétcsapjuk, ezt a két metán konténert, gyerekek. De nem ilyenk a világ. Na, that's what I'm talking about. Mondom, ebből nem elég, soha vágod. Három, hat. Alright. Van még időnk kell menni egyé? Remélem, hogy van 30. Meg inventory full! Igen, tehát így craftolni kell, építkezni, túlélni, figyelni a kajára, piára, építkezni, itemet csinálni, főfedezni, nagyon-nagyon jó. Na, szóval, most csinálunk egy ilyet. Okay. Most megfogom ezeket, amennyi elfér ide, azt berakom. Oké. Akkor. De Milán, nem is. Kell neked egyáltalán konténer? Nem fér ide minden? Bazd meg, dehogy nem. Jó, elfért gyakorlatilag, elfért. És ötöt csináltam! Hülye gyerek! A kurva életbe. Na mindent csinálunk akkor egyet, vagy. Jaha-csaha-csanga! Harád fekvésben volt benned a csenge! Megcsinálom ezt a krétet. Angol tudása nulla, ja. Hát... igen, kell hozzá, főleg így, mert ez iszonyat poénos ez a game. Iszonyat poénos. Na, de lerakom ezt a konténert. Plajt! Hát ezt nem pont ide gondoltam, azért tegyük hozzá. Ede. Ide gondoltam. Egy. Itt jó lesz, oké.
Na és akkor ide pakoljunk be minden lófaszt. Tütülő-fütülőt. Még annyi gyerekek, hogy még kell metál, elmondom, hogy még. Na most megindulunk. Megindulunk a nagy felfedező útra. És ahhoz, hogy ez sikerülhessen, ehhez... Az Isten, itt hol vannak a metál villák? Az nincs ide egy darab se te. Maunika. Micsoda dolog ez? Itt van egy, remek. Metál. Gyere ide, köcsög! Jó. Na most mindent begyűjtöttünk. Még legalább kettő, hogy hívják, hogy meg kéne csinálni. Ja, egy kaját tuti csinálunk, sőt kettőt tuti. Nem fogok visszaérni, vágod, bele fogunk dögleni, bazd meg. Olyan messzire el akarok menni, bele fogunk dögleni, ha nem viszek magamba cuccot. Na, ez a baj. Még egyet kéne csinálni, ez az. Na így jó lesz. Oké, okay, és akkor most jön ez. Oxygen Stationből kell csinálnom kettőt. Kettőt. Minimum kettőt. Thick electrical tape. Na, most leszünk bajba, gyerekek. Most leszünk bajba. Ugyanis az elfogyott a rubberem. Baszd meg. Hát, ha itt van. Oh, mi van? Hú, baszd meg, egyet tudok csak csinálni. És ilyen thick electrical tape-em nincs ugye egy az egybe. És alumíniumom sincs, madre! Oh, egyet tudom csinálni! Ajjaj! Hajjaj! Hú, baszki! Oxigén ballon. Az viszont kelleni fog. Mert hogyha nincs oxigén ballonom, akkor nem tudom betölteni ezt a csumpit. De oxigén ballon az nekem van. Vágod? Én ezt elraktam. Vagy nem? Oxigén generátor, ez kell. Oké. Okay. Oxigén ballont lesz. Na állj. Ja, jó. Nem szóltam, tehát ezünk már megvan. Az oxigén ballon már megvan. Hogy ez a Destiny 2-vel? Hát azzal is kéne gémelni. Nincs ennyi ide a világon, vágod, amennyi jó játék most van. Egyszerűen nem fér bele, bazzek, hogy minden etóljam. Nem fér bele. Pedig szeretném. Higgyétek el. Még csinálunk egy ilyen csumpit. Ne felejtsek el semmit, mert nem akarok visszajönni, vágod? Equipment, ilyen handy scrappert kell csinálnunk, még kettőt. Oké. Okay. Ez az. Na, tehát most már lassan akkor minden összeáll, ugye? Ezek nem kellenek most nekünk, ez se kell, meg ez se kell. Kettő vizet fogok vinni. Ja nem, mert egyet most megiszok, meg egy ilyet is megeszek. És akkor ezt kirakjuk. Na jó, tehát akkor mindenünk van gyerekek. És akkor most fogunk megindulni. Most fogunk megindulni. Ugye megvan az új ruhám, amit a radiation az lejjebb ment. Tehát gyakorlatilag most jók leszünk. Na ezt figyeljétek, bassz meg. Végül is csak kirepültünk világűrbe! Nincs is semmi probléma. Van... Ja, van egy olyan, van. De megijedtem. Az oxigén balon az annyit ad, hogy 75-ről indul az oxigén...
az a szar, ami ott lefele megy, tehát 75 másodpercig tudok kint lenni, talán másodperc alapú, amit... De csak elérni múlni, nem? Ez az accelerator, ez nagyon-nagyon jó, hogy megvan, gyerekek. Na most a következő missziónk az az, hogy kell találni üveget. Ugye itt már voltam, és ide leraktam egy ilyen nagy csumpit, és itt be tudom tölteni az oxigénemet. Ez rendkívül jó. Hát ott itt maxra töltöm, és akkor most rongyolunk tovább oda. Alkohol van nálam? Na megfagyunk, gyerekek? Van, oké. Okay. Az meg fagyunk befele. Ebből baj lesz, Móni. Fagy befele a sipka. A cemetery of rescue shuttles. The evacuation zone is very close, but the amount of debris is far from encouraging. Na gyerekek, be kellett tónia az alkoholt, ugyanis kezdtünk megfagyni. Na. It is highly recommended that you not touch the glass fragments with your hands. Tiny splinters are able to pierce the thin fabric of the spacesuit and cause a slight death attack. Igen, és most? Collect. Requires grabber. Itt a glass. Na ez a baj, gyerekek. Megfagytunk, kész vége. Mit csinálják? Mit csinálják, bazd meg? Mennyi alkoholt kellett volna hozzak ide, ha? A kurva életbe. Hülye, hogyha iszok, akkor elmúlik. De mit kéne csináljak, srácok, ha? 10. És most? Bazzeg. Keci. Itt van a glass egyébként, csak szólok. Menni kell, Milán, menni kell, csinálni kell, csinálni kell. Oha. Az meg ez így nem jó.
De milyen jó, mi a jó istent kell baszki előszedni, fuck. Mindegy, megvan az üveg, ami jöttünk gyakorlatilag, így ez nem rossz. Így ez not bad. Hú, a jó élet. Várj. Itt mit kéne csinálnom, gyerekek? Hogyan tudok a fagyást? Enciklopédia. Objects. Resource. Bázd meg. A fagyást. Gyerekek, most freezing danger. Nem jó. Ám jó, gyerekek, vissza kell menjünk, bazd meg. Hoznom kell alkoholt, méghozzá kibebaszott sokat. De egyébként ez így már nem probléma, mert így gyakorlatilag megvan a hú, a srácok, el fogok így jutni odáig? Nincs nálam már cucc. Bazd meg, meghaltunk. A kurva életbe. 250, de el fogok, jól. Még a charge, a charge. A charge megment minket, gyerekek. A charge megment minket. Ügyesen kell használni. Oké, meg vagyok. Fú. Fú, bazd meg. Azt a kurva. Bazd meg, túléltem! Na jó srácok, itt át kell gondolni, itt a legfőbb item, amit vinni kell, az a pia, vágod, az alkohol. De van üvegem, ez mindent megváltoztat. Ez mindent megváltoztat, meg tudom csinálni ezt. Lead paint is. Bazd meg, nincs több alumínium, mert nem igaz! No! Hello Vig Márti, mi van? Mi van, vörös biceps? Hello. Oké, lead paint kell, ami van. Mi van? Kell egy ilyen, meg kell egy lead. Hol a lead? Ja, ne ütöges, baszd meg. Lead, ez az. És akkor ebből tudok csinálni lead paintet. Ez az, és egy alumínium kell. Az alumíniumhoz pedig kell drill, amiben van 9 charge-om. A kurva életbe. Teja. Mi van? Na gyerekek, kell találnunk alumínium forrást, ami aszteroidákon található. Gyakorlatilag itt van egy. Ha szemem nem csal. Ha szememet nem... Nem betsz vadám. Tókidbá! Oké, még 6. 6 fúróhengeres puszedli van rajta. Mónika, oda néz, ott van. 40. Milán, nehogy itt hallj meg, bazd meg, mert most leszapom magam. Ez alkali! Nem az! Mindegy, nekem egy elég!
27. Jó van, odaérünk, jó. Nyugi. Nyugi, nyugi, don't fush. Oké. Okay. Gyerekek, alkoholt. Alkoholt kell elkezdenünk gyártani. Alkoholt. Alkoholt. Na, nekem ez az egy számít. Ez az. Tehát megcsináltunk, gyerekek, mindent. Due to the high toxicity level of the renewed painting of the spacesuit, the probability of your death from radiation is now lower than the probability of death from the suit itself. In this regard, you can fly to the evacuation point. Na, most már el tudunk repülni oda. Flashlight. Na, gyerekek! Én most megfogom magam, és el fogunk repülni. El fogunk repülni az evacuation pointig. Ez csak abban az esetben fog működni, hogyha visszafele már nem kell jönni. Mert én csak az odaútra tervezek most. Tehát vissza már nem fogunk érni, az kurva isten. Tehát szépen becsárgyolunk mindent, ami szükséges lehet az úthoz. Mi kell ehhez? Hát elsősorban kell még egy balon. Még egy ilyen kell. Ami nem fog működni. Mert nem fog tudni elrepülni, oda mavolni. Metál és batteri. Don't destroy, jó lesz lesz. Na Móni, metál kell meg batteri, metál meg batteri, mennyink van? Batteri mennyi van? Hát itt egy darab se, ez remek. Kettő van csak. Hajjaj, gyerekek, ebbi baj lesz. Nem akarok vészmadárkodni, gyerekek, de azt hiszem, hogy rábasztunk. A pia! Na az! Azt elviszem mindet. Az összes alkoholt elviszem, vágod? Mindet. Mi kell az alkoholgyártáshoz? A gyerekek, ez egy orosz játék, itt gyakorlatilag nem lehet kérdés, hogy semmi más nem fogok csinálni, csak alkoholt. Hát, de nem is tudok csinálni, banyag. De tudok. Ice kell hozzá, remek. Azt szerzünk hiphop. Landlady elkezdte használni lehetett, szóval rip stream, lol. Mi a fasz? Na gyerekek. I need ice. I fucking need ice. Gyere ide. Kalapályad, Móni, kalapályad. Na srácok, hát szóval ebbi baj lesz. Várni kell haza, bassz meg. Hát gyerekek, nem tudom ezt, hogy fogjuk megcsinálni. Megmondom őszintén, hogy itt a Szergej 8 poroc kurva nagy problémába fog ütközni, mert gyakorlatilag azért nem fogunk tudni eljutni odáig, mert úgy beleszek baszva, mire odaérek, hogy ne fagyjak meg, hogy ebből nem tudom, mi lesz. Ebből nem tudom, mi lesz, gyerekek, de ebből botrány lesz. Ezt már most mondom nektek, hogy ebből botrány lesz. Ez az így megváltoztatja a dolgokat, hogy tudok csinálni batterit. Na gyerekek, mennyi, hány liter alkoholra lesz szükségünk? Ha még átmegyünk azon, ott még onnantól még 1000 méterre van az extraction point. Tehát gyakorlatilag szerintem még kell legalább 2 alkohol. Még legalább kell 2 alkohol, gyerekek. 2. Tehát 2 alkoholt elviszünk, ez ziher. Crucifix, 2 alkoholt, 6 alkoholt, de hát ettől beleszek baszva. Nem fogok látni, vágod, nem a jégtől nem fogok látni, hanem úgy beleszek állva, hogy nem fogok látni attól. Egy ilyet muszáj megcsinálnunk. Thick electrical tape, muszáj. 2 rubber kell hozzá, és csak egy van, basz meg. Tudjátok, hogy hol volt rubber? Amire határozottan emlékszem. Ott.
Én azt hiszem, itt hagytam Rubert. Nagyon remélem, mert ha nem, akkor atomrábaszásban múlik. Ruber! Breath-edge contest. Contest. Hű, ezt miért hagytuk itt, bazd? Refined metal. Hallod, bazd meg? Adja már! Az mi? Mi repült így el? Ja, egy olló. Azt leszarom. De miért csak olló van itt? Én itt hagytam rubber, gyerekek. Ez tuti. Kurva élet. Ájjáj, szavasz Csibi Zoli, hello, hello, aranyapa, hello. A gyerekek, ez nem jó így. Ez így nem jó, nem lesz jó. Na jó. Akkor viszont... Akkor viszont, gyerekek, nincs más. Nincs más út, nincs más. Nincs más lehetőség. Egy dolgot tudunk csinálni. Nagy levegő, jelen. És jumpolni fogsz. Nem, már muszáj. De én nem tudom diszmántlálni ezt a szart. Mi kell hozzá? You need a tool. Milyen tool kell ehhez? Hagyta rubber, bazd meg! Ha szétszedtük ezt, csak nem arról volt szó, hogy széttöröm, azt hittem, hogy ez a diszmántől, ez azt jelenti, hogy megmarad. Nem baj, megvan, amilyen jöttünk. Itt a rubber. Ez egy rubber. Ide már úgy jövök soha többet vissza ebbe a hátsó sarokba. Oké. Na szóval. Akkor. Most csinálunk egy oxigéngenyót. Kell hozzá egy ilyen. Madre. És kell hozzá egy ilyen. Oké. Na gyerekek. Tehát van 6 pián. Oké. Okay. Jó. Kajám is van még esetleg, mert mondjuk éppen ilyen fogok dögleni a fazba. Nincs semmi baj. Hello. Gyere ide. Jó, és akkor most még izét kell csinálnunk, ezt a... Ezt. Oxygen candle-t. Oxygen candle battery kell hozzá, és a batteryhez pedig alkáli genyó kell, ugye az itt volt a resource-ba, alkáli és metál, még tudok csinálni négyet, mert alkáliból szedtünk fel egy csomót, tehát négy alkálit berakok, 2, 3, 4, csinálok 4 batteryt, gyerekek, fölkészülök az utazásra, bazd meg. Ti fölkészültetek? Mert egy akkora halál lesz szerintem, hogy ez elképesztő. Ez az, és akkor tudunk csinálni 4 ilyen csumpit. 4 ilyen oxigéngenyót. Ilyen. Mi az ebédel, bazd meg? Móni, a kurva életre, akkor is kifarmolom, bazd meg. Adjál 2 metánt. 2 metált. Kelleni fog, gyerekek, nagyon fog kelleni. Az a 2. Az a 2 extra, az plusz 80 másodperc. Na jó, ez most már túlzás lesz. Adjál 2 metált? Kocog. Ó, itt van, ez az. Na majd ezt kiformolom. Oké. Okay. Hú, gyerekek! Ebből baj lesz. Na. Zó. Na gyerekek, én most úgy fő vagyok tankolva, bazd meg,
hogyha ezzel nem jutok el odáig, akkor gyakorlatilag leúszhatjuk a rolót. Csinálok két piát. Ruszika, nyugodjál meg. Kösz. Egy semmi más nem kell, vágod? Semmi. Kettő. És még egy kaja kell, és indulunk is. Kettő ilyen csumpi kell hozzá, ez az ő takonygolyó. Egy. Meg még egy. Ez az. Alright. Négy. És most ezt megcsináljuk, és megyünk. Oké, gyerekek. Na, hát akkor induljunk, bazd meg. Lucy, menj innen! Ez nem kell, ez se. Jó, tehát van kajánk, van piánk, akkor indulhatunk. Gyerekek, egy pisi a valóságban, aztán megyünk neki a világűrnek, ötötök egy percet. Na, hú gyerekek, akkor gyerünk, indulhatunk? Nyomjuk, bazd meg. Tehát mit kell csinálnunk? Ezt a ballont majd benyomom, amikor már para van. Az alkoholt benyomjuk, amikor fagyunk, az oxigén kendőt, amikor baj van. Legvégső esetben. Gyerünk, indulás. Oké, Milán. Jó lesz. 1500 méterre van, hülye vagy? Na mindegy, ezt még itt kiszipolyozzuk. Ezt tuti. És mi lenne, ha én nem mennék oda? Hanem szimplán itt levágnám a faszba az utat? Á, de 1300 métert nem tudok megtenni így. Képtelenség. Viszont ezt így gyerekek meg tudjuk tölteni, mert ez itt már fogyóban van. Az meg éppen ide értem, te. Oké. Na akkor ezt itt charge. Oké, és akkor közben kiszapkodjuk. Oké. Annyi, hogy ugye meg kell várnom, amíg az a szar charge-om betöltődik. Most. És Milán, go! Ezer száz méter. Gyerekek, drukkoljátok, mert mi baj lesz! Majd ideig most el kell jutnunk gyors. Most elfogyasztom az első adag alkoholt mindjárt. Még nem. Húú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 ú
900 méter, geci! Ó, nem baj, bebasztunk egy kicsit, de semmi gond. Hova? The
presence of such an amount of cooling gel is strange. Such a composition was outdated more than 10 years ago and is not produced on any planet. $750. Oké, gyerekek, megint fagyunk, nyugi, semmi gond. The captain's bridge is detected ahead. The evacuation should be led from there, but there are no signals or movement detected in the. Mindjárt elnyomom a következő alkoholt. Most. Baszd meg, nem beleszünk baszva, mire odaérünk. 22 van. Oké, ez itt viszont jó lesz, gyerekek, mert így gyakorlatilag. Itt most elnyomok egy oxigénkendőt. És ide lerakjuk a ballont. Józan, hogy Máki, bazd meg! Szevasz, Korszpéker! Mi van? Gyerekek, megjöttünk, bazd meg. Itt a Captain's Bridge vagyok. The incorrect localization sounds extremely convincing. The information on the Captain's Bridge is classified in the database. Therefore, it is recommended to ignore this valuable advice and act according to the situation. Hú, te. Oké, srácok, nyugi. Még élek, még itt vagyunk. Azt a kurva! Radiation, állj! Megiszunk, go! Badly damaged, but the main systems are still functioning properly. The door is locked. If you manage to get inside, there is a chance to send a distress signal to the nearest planet, or at least take the course with the captain who allowed this to happen. You need a key! What? Várjál, már itt izé. Itt töltődök, Getz. Ez az. Repair. Handy scrapper. Ja, itt megint olyan... Látjátok, de király, hogy hoztunk ilyeneket? Így ez a javítás ebbe a játékba. Szét kell baszni mindent. Oké, ez meg van javítva. Igen. Most kibírom nyitni? Seems it will be a long day. Seems it will be a long day, azt mondja. Konkrétan benne maradt a kormány a kezünkbe, bazd meg. És a menekülésre szánt kapitányi kabin kikúródott, és neki ment egy aszteroidának. Hát ez remek.
Mi a fasz? Úristen! Na ezt a gémet, bazzik, akinek megszületett az agyába ez az őrült orosz poénokkal teli játék, ez elképesztő. Hát én nagyon várom, hogy ez folytatódjon majd, mert igazából innen fog indulni a buli gyakorlatilag, meg ebben rengeteg, tehát lehet bázist építeni úgy, ahogy a Subnautikában majd, lehet benne járművet csinálni, ahogy a Subnautikában, gondolom, hogy ilyen kis mini űrhajóval fogunk majd rongyolni előbb-utóbb. Érdekes, tehát ugye van kicsit bagatelizálva benne egy-két dolog, meg ilyen nagyon poénosra eresztve, de nagyon, de szerintem nagyon ott van ez a játék. Szevasz Purple Eye, hello aranyapa, ciao. Hát és tényleg csak akkor ennyi volt benne, én azt hittem, hogy még itt ezután azért lesz valami, tehát... De eljutottunk gyerekek, eljutottunk ide végére. És ehhez kellett az, hogy ugye maxos legyen az űrruhánk, mert anélkül nem ment volna. Dehogy szarkorsz még, ez kurva jó ez a game. Én imádtam a Subnautikát is, és ez is ugye egy az egyben olyan, mint a Subnautika. Csak egy sajnos nem elég a tartalom hozzá még. Ez így, hát ilyen, nem tudom, hogy 3 óra volt, vagy mennyi, 4 óra volt. Pedig aztán tényleg mindenhol elmentem, meg mindent megnéztem. Meg gyűjtögettünk, meg minden. Szóval, ja. Ez mikor fog így kijönni, így official, vagy ez hogy van? Mert ezt tudja, hogy szeretném folytatni. Akármennyire ilyen elbaszott dolgok vannak benne, hogy a fogyás ellen be kell basznod az űrbe, meg ilyenek, tehát hogy... Nagyon beteg, ez nagyon beteg, bazeg. Di-di-di. It will be a long day. Jön majd a story mode? Ja, hát úgy kellett átjönnünk a fagyos részen Purple Eye, hoztam magam egy 3-4 liter vodkát, és akkor amikor befagytunk, akkor azt megittam, és bebasztunk, és akkor elment a fagyás. Tehát ebben ilyenek vannak. Meg a volt egy ilyen gázszivárgás, és a csirkének dugtam bele a fejét, vágod, és a seggén spriccelt ki a füst. Tehát, hogy ebben ilyen dolgok voltak ebben a gémbe. Meg mindent, amit javítani kellett, az gyakorlatilag egy ilyen harapófogóval szét kellett verni, és akkor megjavult. Tehát ez az orosz hozzáállás, eszméletlen, bazd meg, de működik! Működik ez a game, ez működik, akármennyire is ilyen. Tényleg működik. Madre! Na jó van gyerekek, akkor ezt kitoltuk. Hát én azt hittem, hogy hosszabb lesz, ez gyakorlatilag 1 órás lett ez az adás így. Azt hittem, hogy ebben még azért több lesz. Na mindegy, hát ez van. Na, akkor most ebédelünk. Kár, hogy nem láttam belőle semmit. Hát törplány, törges vissza majd az adásokba, aztán nézd bele. Nézd bele, hogy mennyire jobb nekem az a game. Szerintem nagyon jó gondolat. Már maga az, hogy Nuevo, vagy hogy Nuevo, én most pont akartam olvasni. Volt rossz, hogy 3-4 óra, de azt gondoltam, hogy szabad játékidő van, ilyen érzetem kevés volt. Igen, én is azt érzem, hogy meg jó lett volna. Jó lett volna, van benne kis extra adag. De hát early access, úgyhogy... Ja. Early access, de én ebben látom a fantáziát, hogy az ilyen szubnautikásan meg fog fogni. Akármennyire tényleg ilyen vicces dolgok vannak benne. De maga az alapkoncepció az ugyanaz, és az űrbe játszódik, ami nagyon jó. Úgyhogy jó lesz. Jó lesz. Várom. Ezt várom, gyerekek. Na, figyeljetek, akkor ebédszünet, és akkor elkezdünk Dead by Daylight-hozni, mit szóltok? Jó? Szerintem maradjunk így ebben, mert most az nagyon van kedvem. Megpörgetjük most a Dead by Daylight-ot, gyerekek. Csak akkor eszek. Mindenki, úgyis dél van. Szerintem egy fél óra körülbelül. Gyorsan kajálok, azt jövök is. És akkor indítom, és akkor onnantól majd nem állunk meg. Aztán nyomjuk. Csak a This War of Mind is végigtolom ma, majd este. Na jó van, gyerekek! Köszönjük, néztétek, hogy itt voltatok. Remélem, nektek is tetszett. Ha be lesz új content, azt 1000%-ig fogom tolni. Vagy ha kijön így a final version. Ez véletlen fun. És imádom a Subnautikát, és imádtam. Úgyhogy ezzel búcsúzunk, gyerekek. Akkor mindenkinek jó étvágyat, aztán utána érkezünk is vissza. Mondom, egy kb. Fél óra, aztán itt vagyok, és nyomjuk. A Dead by Daylight lesz. Jók legyetek, jó étvágyat az ebédhez, szevasztok, peace!